Vörös Csaba informatikus, a Politechnikai Iskola tanára és a Szerbia Kódvik nagykövete. Mit hoztál a táborba, mivel foglalkoztatok, milyen eszközöket láthattak, tapasztalhattak a gyerekek? Az e-heti tábornak a témája a robotika volt, és erre a táborra mikrobit eszközöket és robotokat hoztam a gyerekek számára. Megismerhették a mikrobit használatát, programozását, és különféle robotikai feladatokat oldottak meg. Mint például vonalkövetés, távolságérzékelés, objektumkerülés, távirányítás, fényérzékelés, és sorolhatnám még. Tehát összetett algoritmusokkal ismerkedhettek meg, amelyek nem csak erre a robotra használhatók, hanem egyéb robotokra is alkalmazhatók. Úgyhogy ha a következőkben esetleg szeretnének tovább is robotikával foglalkozni, akkor ezekkel az algoritmusokkal más robotokat is tudnak majd irányítani. És milyen felületen, vagy milyen platformon írták ezeket a kódokat, és hogy vitték át a robotra ezt a kódot? A Mikrobitnek van egy speciális felülete, ami gyerekeknek van kifejlesztve. Ennek az oldalnak, weboldalnak az a neve, hogy makecode.mikrobit.org. Ez egy ingyenesen használható felület. Ezen a felületen vizuális programozással tudnak különféle algoritmusokat, programokat létrehozni, amelyet egyszerű módon, mint egy pendrive-ra rá tudnak másolni erre Mikrobit eszközre, és ezt az eszközt utána behelyezhetik a robotba, és a robot végrehajtja az utasításokat. És mit tapasztaltál a táborban? Hogy viszonyultak a gyerekek a tananyaghoz? Talán az első napon úgy érezték, hogy ez bonyolult lesz, de így a tábor utolsó napjára én úgy érzem, hogy mindannyian lelkesek voltak, és befejezték a saját programaikat. Ma az utolsó napon az a célom és az a tervünk, hogy ezeket az algoritmusokat, programokat, amiket ők a hét folyamán elkészítettek, bevetésre készen alkalmazzuk, és a robotok egy versenypályát kell, hogy teljesítsenek, ami összegzi az egész héten tanultakat, tehát lesz vonalkövetés, akadálykerülés, és így sorolhatnám tovább. Nagyon lelkesek voltak a gyerekek, és én is velük együtt. 5 napon keresztül fáradhatatlanul minden nap dolgoztunk, és fejlesztettük a tudásunkat.